kocsit egy bizonyos helyről is máshová vihetjük vissza. Ez a kocsi egy kicsit olcsóbb, 3 font 95 penny óránként, de mindössze 50 kilométert mehetünk vele az előző kocsi 70 kilométeréhez képest. A bérlés végeztével ki kell fizetnünk egy órányi parkolási díjat, hogy legyen elég idejük elvinni a kocsit. Rém egyszerű a dolog, ha kerékbilincset kapnak egy óra múlva, az az ő gondjuk. Meglehetősen lenyűgöztek a szolgáltatás rugalmasságával, de az ára nem tetszik. Az egyirányú szolgáltatás 24 font 50-be kerül, plusz az egyórányi parkolás az autó felvételéig. Ez lassan megközelíti az egynapos autóbérlés költségeit. Jöhet az ebéd. Jaj, ne! Végül jöjjön a harmadik kocsi. Ezt a Zipcar-tól bérelem, és a szolgáltatás éves tagsági díja 50 font. Ha egy kicsit hosszabb útra indulunk, akkor ez jó döntés lehet, de vissza kell vinnünk oda a kocsit, ahonnan elhoztuk. Ez a Honda Insight 3 font 95-be kerül óránként, de 100 kilométernyi benzint kapunk hozzá, és a Zipcar olyan prémium kocsikat is közvetít, mint a BMW 3-as szériája, ha esetleg valaki amiatt aggódna, hogy meglátják, milyen autót is vezet. Ha tényleg oda van a kocsikért, akkor semmi sem pótolhatja a saját kocsiját, de ha évente 10.000 kilométernél kevesebb vezet, akkor akár 1500 fontot is spórolhat, ami tökéletes, ha gyakran kell utaznia.